egy különleges időszaki kiállításra várja a látogatókat az Iparművészeti Múzeum, amely nem csak a témája miatt különleges, hanem azért is, mert az 5 éve zárva tartó múzeumban jöhetnek be ismét a látogatók. Először egy kicsit beszéljünk arról, hogy mire utal ez a 735-ös szám a kiállítás címében. Annál is inkább különleges ez a kiállítás, mert hogy a múzeum idén ünnepli a 150. évfordulóját, alapításának 150. évfordulóját, és ez alatt a 150 év alatt 734 regisztrált kiállítást rendezett a múzeum. Ez a 735. ez a rendhagyó különleges tárlat. Ugye az Opus 735 központi témája az Eszterházy kincstár. Egy kicsit meséljünk, hogy ennek a kincstárnak a keletkezése körülbelül mikorra datálható, és ki kezdte el ezt összegyűjteni? Az Eszterházy főúri családnak a kincstár a 17. században kezdett létrejönni. Eszterházy kincstár műkincseiből már igen sok tárlatot rendezett az Iparművészeti Múzeum. Ezúttal az a különlegesség, hogy most azokat a darabokat mutatjuk be, amelyek a II. Világháború alatt megsérült kincstár anyagából még romos állapotban vannak, és mindehhez az apropót az a jelenlegi aktuális háborús helyzet adja. Egy kicsit beszélgessünk ennek az Eszterházy kincstárnak a történetéről. Ugye elhangzott, hogy a 17. század környékén kezdték el gyűjteni. Milyen darabok kerültek bele, és nagyjából milyen nagyságrendben mozog ez? Eszterházy Miklós idején indult a kincstár története. Ahogy az akkori kincstárak, ez is rendkívül sokszínű és változatos, nagyon sokféle módon gyarapodott. Ha már háború, akkor igen sok hadizsákmány került be, illetve diplomáciai ajándék, vagy hozományként kerültek be műkincsek a kincstár anyagába. És Eszterházy Miklós fia, Pál, ő tudatosan rendelt is már meg műkincseket ebbe a különleges tárgyegyüttesbe. Tartalmaz török fegyvereket, nyergeket, órákat, különleges ötvös műveket, drága kövekkel díszített aranyozott ezüsttárgyakat, hegyi kristályból, elefántcsontból faragott műkincseket, úgyhogy igen, igen változatos anyag. Az, hogy milyen régi a tárgy, melyik a legkorábbi, hiszen bár a 17. században kezdett gyarapodni a kincstár, természetesen tartalmaz korábban készült emlékeket is. Nagyon sok műtárgyhoz Mátyás hagyomány fűződik például. A kincstár legkorábbi darabjai közt van néhány olyan, amit később az inventáriumokban Eszterházy Miklós személyéhez is kötöttek. Ezek közt nem a legkiemelkedőbb darabok, hanem néha mai szemmel is kicsit egyszerűbb használati tárgyak, rózsafűzérek tartoznak. Egy kicsit kérem, meséljen arról, hogy először az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe hogyan került be ez az Eszterházy kincstár? Ez is egy háborús időszakhoz kötődik. Az első világháborút követően 1919-ben kitört a tanácsköztársaság Magyarországon, és államosították a főúri vagyonokat is. Ekkor történt, hogy az akkor még Magyarországhoz tartozó Fraknói várból, amely évszázadok óta a kincstár őrzési helye volt, egy nagyon válogatott anyagot Budapestre szállítottak, és az Iparművészeti Múzeumba kerültek. Az akkori főigazgató szolgálati lakásának egy helyiségét töltötték meg, illetve akkor le is falaszták az ablakot, páncélszekrényeket rendelt az akkori főigazgató, hogy ezeket biztonságosan el tudja helyezni. Ez volt az alkalom, mikor először bekerültek ezek a műkincsek a múzeumba, és aztán a két világháború között állandó kiállításon két teremben megtekinthetők voltak a múzeum épületében. Ki döntött amellett, hogy a Budai várba kerüljenek aztán ezek a kincsek, és mi volt ennek az oka? Ez már a II. Világháború időszaka. Budapest ostroma idején Eszterházy Pál, az akkori herceg úgy ítélte, hogy talán biztonságosabb őrzési helyül szolgál a családtárnok utcai palotája. Ez 1944. decemberében történt, és néhány hétre rá sajnos pont ez a palota bombatalálatot kapott.
az épület romjai ráomlottak a pincére, amelyben ládákban a kincsek voltak. 3 évig a romok alatt esőben, fagyban, hóban ott maradtak ezek a részben megégett, eldeformálódott, megázott, széttört kincstári darabok, amelyeknek a maradványai is jó részt összekeveredtek. 1948-ban, amikor a romeltakarító brigádok a várban közeledtek a Tárnok utcai palota felé, Eszterházy Pál herceg bejelentést tett az Iparművészeti Múzeum igazgatóságán, és ekkor régészek segítségével a Budapesti Történeti Múzeum előd intézménye régészeinek segítségével ásatási módszerekkel a legnagyobb téli hidegben kellett ezeket a föld alól kiszedni, ezeket a műkincseket. Akkor tájt létesültek az Iparművészeti Múzeumban az első restaurátor műhelyek, a textil, a kerámia, illetve az ötvös műhely is, és ezeknek a kialakításához ez még egy plusz lökést adott, hogy ilyen állapotú műkincsek kerültek vissza a múzeum épületébe. Igyekeztünk úgy kiállítani, hogy érzékelhető legyen a pusztulás mértéke, hogy oda tesszük az egykori épp állapotú archív fotóját ezeknek a daraboknak. Egy különleges korsó is ide került ebbe a tárlatba, ami egyfajta szimbolikus értékkel bír, erről egy kicsit kérem meséljen. A két világháború közti múzeumi kiállítás katalógusában ez még a háború Bellona istenasszonyát ábrázoló korsóként szerepel. A bombatalálat következtében apró darabokra tört, ahogy ez a kézzel írt, akkor felvett cédulán is látható, amelynek a másolatát is kitettük a vitrínbe. És ez a korsó azóta helyreállt, teljes régi szépségében látható a restaurátori munkának köszönhetően, és ami miatt még inkább szimbolikus darabja ennek a kiállításnak az az, hogy kiderült, hogy nem Bellónát, a háború istennőjét ábrázolja rajta látható nő alak, amely fáklyájával a mellette heverő fegyvereket felperzseli, hanem éppen hogy Pax, a béke megszemélyesítője. 70 éve működnek restaurátori műhelyek is itt az Iparművészeti Múzeumban, amelynek ez a tárlat is emléket állít. Hogyan igyekeztek ezeket a korszakokat megidézni? A kiállítás része egy olyan fotómontásfal, amelyen meg lehet szemlélni, hogy az alatt a 70 év alatt, ami óta visszakerültek a romos állapotú kincsek a múzeumba, hány Eszterházy kincset restauráltak már az itteni kollégák. Az ő munkájuk nélkül nem lehetne most Eszterházy műtárgyat kirakni kiállításokon. Itt restaurátorok generációiról van szó. Azért is különleges feladat ezeknek a tárgyaknak a helyreállítása, mert itt nem egyes tárgyakat kell restaurálni, amelyek közül jó néhánynak a helyreállítása több évbe is kerül, hanem itt egységében kell nézni az egész kincstári anyagot, hiszen nagyon sok esetben a töredékek összekeveredtek. Ez a munka, ez a válogatás a töredékekből ma is zajlik és folyamatos. A mai restaurálási elvek szerint nem is szabad minden áron hozzányúlni egy tárgyhoz, hiszen a restaurálásnak nem csak az a célja, hogy a látogatók számára látványosabb műtárgy kerülhessen vitrinekbe, hanem az is, hogy minél jobban megőrizze eredeti állapotát, még további évszázadokig egy-egy műkincs. Minden esetre a mai restaurálási elvek szerint nagyon sok esetben ezekre az itt a kiállításon bemutatott darabokra is olyasfajta munka várhat, ami nem tisztán restaurálás a szó hagyományos értelmében, hanem akár rekonstrukcióval vegyített helyreállítás.